Nem tévesz minket az ember! Na ne! Sziasztok srácok, én a Sajtermiszkető, és annyi minden történt itt a számbülgászon belül, hogy egyszerűen el se tudom mondani! Bejött például egy új update, ami a banana bonanza, amiben igazán a banánokat kell gyűjtögetni, plusz ilyen helyezéseket és ajándékot kapunk 30 pontonként! Szóval ja, banánozni fogunk ma, de ezen kívül mindjárt vége srácok a szezonnak, ezért meg kell, hogy vegyek mindent! 30 gem! Köszönjük szépen srácok, ma is rengeteget fogunk nyitni! És van egy kívásom szám. Ahány like gyűlik össze erre a videóra, annyi gemet fogok venni a kövi részben. Na de nyissogassuk is tovább, srácok, hiszen ki kell fullozni, szorít minket az idő vasfoga. Hú, egy apokalipszis special már itt vár ránk, de össze a gemet, közt a tokent, footsteppek, még egy kis gem, azt tudom, ilyen menő emót, még egy kis token, egy léggitáros animál, kb. Úgy tudok én is gitározni max a levegőbe, még egy emót, meg még egy animál. És az apokalipszis special skin, ez honnan jött? A Nadraxia benzintáról, ki ez a gyerek? Na de jöjjenek srácok a nyitogatások, kezdjük is egy rare vagy better rare, viszont most végig kell nyitnunk az egész perc, hiszen ezekből tök sok jó szokott jönni, most is például, amit kipörgetünk, a Smile van legelente. Aj, Pingu 85-ös gyere, köszönöm Pingu. Na majd ebből ki fog jönni, én érzem srácok, hogy ebből ki fog jönni az új skin, te jó! De ingyen ez ki jó, és ez is ingyen volt, és Ciculi, Mituli helyett ez egy ilyen bolondos versenyző. Egy darab skinre hajtunk, srácok, amit nem akarok most elszporolni, ezért hát, ha megkapjuk, hogy ott lett volna, de jó az a panda, de helyette kaptam egy ilyen ninját. A sima spinekből meg a focistákat szeretném kinyitni, például ott volt Messi az előbb, hát most meg megkaptam Indiana Jonesnak az ikertestvérét. Pathfinder! Jöjjön srácok az utolsó epic pörgetés ebben a szezonban! Ott villant a Special Tesha, és kapunk helyette egy űrhajós Nokedlit. Köszönöm szépen, űrhajó! És a szezon utolsó pörgetése nem lesz más, mint egy rare or better, és úristen, ha beadtam volna, mi durva lett volna, de helyette a spártai hölgyet kaptunk. Amúgy visszafarmoltunk, szerintem ott is 3300 ilyen tokenem van. Meg a sztort még nem is mutattam nektek, ezeket, hogyha gyűjtjük a banánokat, rengeteg új skint tudunk venni. Ez valami elképesztő, mert ez a Golden Banana, de ettől már csak a Diamond Banana legdurvább, figyeljétek, mintha üvegből lenne. Az a taktikám, srácok, a mai rész, hogy szólóba fogok menni, és megpróbálom összegyűjteni az ajándékra a betevőt. Hogy mi ezzel a mappal kezdünk úgy, hogy 32-en vagyunk, és itt van alattam a banana, föl is vettem, srácok, megvan az első banana, amit életemben szereztem a Stumbly sajton belül. Na de mindegy, menjünk Ronaldóval, menjünk előre, hogy fogy alattam a talaj, Loller kutya. Jó, hát én azt sem tudom, hogy merre vagyok. Legnagyobb célunk az a mai részben, srácok, hogy megtudjuk, hogy mikor tudjuk az XP-t és az ajándékot begyűjteni, de kész az első körünk. Azt a srácok, mennyi banán, hát én ezt nem hiszem, mert most a lézerre nem is figyeltem, és ki is estem volna. Ne rúgdossa arany banán, hallod? Nagyon sokan szoktátok nekem, srácok, rendezvényen és kommentben is írni, hogy vegyem föl az inventorimból a special emotokat, hiszen azok tök királyok, hogy oké, most megígérem nekem a következő számműsorban, a szernaiba ezt meg fogjuk csinálni, és be is jutottunk a kövi részben. És a kövi pályára. Hát én ezt nem értem, srácok, a döntő map is ez, és hát igazából nekem nem érdekel, itt viszonylag jól teljesítek, most ez igazából egy tesztkörnyomunk, hiszen mint mondtam, ez az első körben a játékban, a banános Jánost azért fölvettem. Srácok, csak úgy tájékoztatnék mindenkit, hogy eddig egy ember esett le, és már az alsó szinten vagyunk, és kb. Van hátra 5 darab blokk, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy hanyadik leszek. Most kell még kiesni a többiekre, hiszen összvisz 3 blokkon van, és ott a srác, és én fogok nyerni! Megnyertem, srácok, az első hát Ronaldóval jó, hogy mi fogunk gyerni, srácok, és le is hoztuk az elsőt. Most kíváncsiak, hogy miféle jutalmat fogok ezért kapni. Ugye most be is, hogy a kaptam érte 8 banánát, 200 banánt oda föntre, amiből tudjuk a skineket venni, plusz mit? Van reward! Srácok, 30 pontig, meg akarom kapni a rewardot! I want it all. Azt mondja, hogy már itt kell claimelni. Figyeljetek, itt a kis zacsika, szépen claimelem. Eltűnt innen a progressor alul a claimelés, srácok, elméletileg claimeltem a lootot, de hogy mit kaptam, az egy jó kérdés, figyeljétek már, kaptam érte 50 pont, én 25 banán? Bra, azt hittem, hogy valami jó skineket kapok. De mindegy, van 275 banán, amiből meg tudom venni a banános fúztepet, vagy gyűjtögethetek a skinekre. Na, játszok még egyet, és próbálok még egyet vinélni, srácok, hiszen kíváncsi vagyok, hogy a következő ajándék vajon mi lesz, hogyha még több pontot gyűjtünk, és még több banánnal teszünk. Úgy tűnik, nagyon imádja ezt a mapot ez a játék ennél az evennél, folyamatosan ezt adja, pedig 5 kört játszottunk a mai részben, és konkrétan abban 3 ez volt. Nem érdekel, lehozom, srácok, jó vagyok ezen a mapon.
Én megmondtam. Aj, ne már ez ezt nem hiszem el. A döntőbe jutási 100-at kaptam, plusz 2-t tudtam gyűjteni, és kaptam újra rewardot. Na ez már jó, és kaptam a 25 plusz banán és 10 darab token. Azt egy duplikátort, hát vissza tudjuk körönként farmolni. Játszottam egy picit videón kívül, és újra meg lett. Most már 70 pontért 5 megevet és 30-at kapok. Lol, ez egyre menő, figyeljetek, hogy haladok a progression tabel. Itt írja. Most 80 pontnál járunk, és le tudunk menni egyszerűen 400-ig. Ahol még ilyen jutalom dance is van. Én egyszerűen nem vagyok meg, srácok, úgyhogy nem nyitunk egy sajt videóban epic offereket, szóval nekem muszáj kinyitom valamit, mert nem felejtjük el, nem tévesz minket az ember. Na ne, na mindenre számítottam, csak erre nem. Uram atyám! Uram atyám, srácok! Én csak így elszórakozok, hogy jó, nyissuk valamit. Erre kinyitom elsőként a special! Na jó, erre nyomjatok egy lájkot, nagyon szépen kérlek titeket. Én szóhoz se jutok. Mi a... Nyitottam ezt, és ez annyira tetszik, hogy nem hiszitek el. Mindenki csak arra figyel, hogy így banán event, úgy banán event. Én meg kinyitom a special. Száj, sajta, katakun. Jó, ez az ki valami elképesztően jól néz ki. Figyeljetek, amit ha Minecraftban falusítom, vettem volna az emberátokat, és abból craftoltam volna ezt a skin. Hát valami zseni, annyira tetszik, hogy... Hát ezt a mapot simán lehozom, tudjátok, hogy mert ezt annyit gyakoroltuk, mint az állat az előző stábül sajtban. Juhu! És már csak egy embernek kell kiesnie természetesen. És bent is vagyunk. Hát csak ezen a mapon sem játszottam mostában döntőt, és eléggé lassan akarnak fogyni itt a játékosok, de az a legdurább, hogy bármelyik helyezést érem el, akkor is meg lesz kint a lobbyba az ajándékom. Azért játszok pirítsukot az új menő skinemmel, mit szóltok hozzá? Uram, atyám, ezt láttátok? Én arra figyeltem, hogy hányan vannak a lobbyba. Milyen ilyen se történt még? Nagyon ezt szórakozva, de meg lett a reward. Kíváncsi, hogy jó, most 30-at kapok érte. Megnézzük, hogy mik lesznek a következők, hogyha újra játszom. Ó, aztán igen, most az elég soká fogunk keveket kapni. De nézzük meg, hogy a mai videó alatt mennyit tudtam farmolni. 731 banánát. Amiből meg tudom venni ezt a PBG dance-et, amiből kaptam egy animációt, meg még ezt a guaranteed footstep-et is. Szóval ezt együtt adatok a mai videóban, én remélem, hogy élveztétek, nyitottunk special, szereztünk banánokat, az új játékmódot megcsináltuk, a pest kifarmoltuk, köszönjük, hogy itt voltatok, hogyha tetszett és szeretnétek még számolozunk, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és Tali a kövi videóban, császtok! Bonne nuit. Si.